a rendezvény több mint 10 éves hagyománnyal rendelkezik, és azért, azzal a céllal jött létre, hogy az iskolánkba járó diákok közelebbi kapcsolatot tudjanak teremteni rögtön a gyakorlati munkahely választás előtt azokkal a gyakorlóhelyekkel, akikkel tulajdonképpen majd akár a nyári gyakorlat, akár később az iskolai gyakorlat során tulajdonképpen szorosabb kapcsolatba kerülnek. Ezt a rendezvényt természetesen kinyitottuk a pályaválasztás előtt álló fiatalok előtt is, tehát 7-es, 8-os diákokat is ugyanúgy várunk, szülőkkel együtt, vagy iskolai szervezésben, hiszen itt láthatják, hogy milyen leendő gyakorlati munkahelyekkel vagyunk kapcsolatban, és megismerhetik azt is, hogy tulajdonképpen az iskolának milyen profilokban van lehetősége számukra gyakorlati képzőhelyet biztosítani. Gyakorlatilag egy jó sikerült rendezvény volt, szépen össze a szakképzési centrum. Voltak jócskán látogatók, és nagyon bízok benne, hogy sikerült több tanulót szervezni több minden stációra, a turizmus részegre, a recepciósokhoz, pincéreket, illetve konyhára szokás tanulókat. Hát ez a rendezvény igazából azért jó, mert például most megjelenő 9-eseknek sokkal könnyebben tudják eldolgozni, tehát elgondolni, hogy melyik gyakorlatos helyre szeretnének megint. Meg tudják ismerni a gyakorlatos helyeket is. Mi több éve részt veszünk ezen a rendezvényen, az iskola vezetése voltából. Nagyon sok gyerekkel, nagyon sok jövendőbeli lehetséges hallgatóval sikerült beszélgetni, és igazándiból a következő évnek és a következő nyárnak, ennek a tanulós időszaknak a megalapozása ilyenkor történik. Mi több szakmában keresünk felszolgálókat, alkalmazunk szakácsokat, alkalmazunk cukrászokat, alkalmazunk, illetve a vendéglátás turizmus szakképzésből szintén szoktunk hallgatókat a szállodai részbe fölvenni, hiszen az a szerencsés helyzetben, olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy őket is tudjuk